Nézőink megszokhatták már, hogy időnként belepillantunk egy-egy iskolának a hétköznapjaiba, amik nem is annyira hétköznapjak. Így lesz ez most is, hiszen a Vörös Marti Mihály Általános Iskolának a növendékei és tanára a vendégeink, Németné Márk Juliana Julcsi néni, és akkor mondom a fiúkat szépen sorba, Virág Balázs, Messin Benjamin és Ceglédi Csaba, akivel nem először találkoztunk már, hiszen azt hiszem, hogy elég sok olyan rendezvény, illetve olyan sok program volt, amelyen kiemelkedtél a többiek közül, de hát most a fiúk is jöttek, és villogni fognak egy kicsit. Könnyen tehetik már mindannyian, a 8. osztály végén tartanak ballagás előtt, és mentek a középiskolába, gondolom nagyon várjátok, de erről majd később. Júcsi néni, hogy zajlik nálatok az élet? Azt tudom, hogy mindig azt hallani, hogy a Vörös Marti, hogy kipes program, hogy laboratórium, hogy itt jártatok, hogy ott jártatok. Így van, és így az év vége felé meg nagyon-nagyon felgyorsultak az események. Most május 6-ától szinte minden nap volt valami, amikor néhányan valahova mentek. 6-án Helyő Keresztúról járt 10 tanulónk táblajátékbajnokságon, országos táblajátékbajnokságon. Ez a kipes program. Igen, kipes programhoz kapcsolódik. 9-én a Hüvösvölgyben voltunk, 52-en, egy laborkocsi programban vettünk részt. Utána hát szokásos fényképezés volt az iskolában, ami szintén jól felkavarja az egész életet. Csütörtökön pedagógusok mentünk országos KIP-konferenciára, Magyar Tudományos Akadémiára, és pénteken pedig 10 tanulót vihettünk a Vodafone szervezésében egy hajókirándulásra és országházlátogatásra. Illetve még a múlt hét szerdán Csabi volt a budapesti informatikai verseny eredményhirdetésén, ahol hát kiderült, hogy 4. helyezést ért el. Nagyon gratulálunk, illetve Balázs pedig 10. lett, tehát nagyon jó helyezést értek el. Hát szívből gratulálok a jó helyezéshez és a kiváló eredményhez, fiúk. Azért gondolom, hogy az élces megjegyzés, hogy mikor tanítotok, már nem fogom oda tenni végül is, de mindaz, amit elmondtatok, ez azt bizonyítja, hogy a Vörös Marti Mihály Általános Iskola itt a Terézvárosban azért nagyon jó munkát végez, és valamibe egészen kimagasló teljesítményt tud nyújtani, pedig hát általában azt szokták mondani, hogy hú a Bajza, meg hú az Erkel, meg hú, ti megmondhatjátok nyugodtan, hogy hú a Vörös Marti, mert van mire mondani. No, melyikötök volt a kipes országos konferencián? Én voltam. Na, mesél, milyen volt? Mert ott azért a felnőttek között kellett elmesélni, hogy mi észre ez a program nálatok. Igen, érdekes volt maga az előadás, mert én csak a felét ültem ott, utána tudtam csak elmenni szünetbe, de jegyzetelgettem, és amit kérdeztek, az is a KIP programhoz kapcsolódott. Tetszett az egész, és a Magyar Tudományos Akadémia különösen szép épülete Magyarországnak. Akkor ezt is sikerült megnézni. Egyébként, amit a gyakorlatban tapasztalsz a kipes program keretén belül, és amiről a felnőttek beszélgettek, mert azért nem egyszerű meg egy ilyen konferencián részt venni, az abba te véltél-e hasonlóságot, vagy amiről ott szó volt, azt te a gyakorlatban tapasztaltad-e? Igen. Például volt az a példázata Rachel A. Lawton asszonynak, aki a Stanford Egyetemről jött, ennek a kialakítója, atya a kipes programnak. Ő azt a példázatot mondta, hogy 3 gyermek, egy magas, egy közepes és egy kicsi magasságú gyermek az almafáról szeretne levenni 3 almát. A nagy eléri, a közepes nem, a kicsi meg főleg nem. És hogy a KIP program ezt segíti, hogy mind a 3 almát, mind a 3 gyermek elérje. Ez egy nagyon-nagyon jó példázat. Nagyon-nagyon jó példázat. Azt hiszem, hogy tényleg hihetetlen jól van összefoglalva. Szerintem, amikor te válaszoltál ott a kérdésekre, és részt vettél ebben a konferenciában, akkor a felnőttek meglepődhetnek, hogy mennyire választékosan beszélsz. Egyáltalán mennyire jellemző, hogy 8-ra a srácok ennyire intelligensek, választékosak, mint ahogy most ezt lehet látni Csabinál?
nem talán azért a Csabi ebben kiemelkedik. Hozzáteszem, amikor ő ott felszólalt, felhördültek a pedagógus kollégák, pedagógusok voltak az ország valamennyi kipes iskolájából. Eleve az gyönyörű volt, hogy amit a Csabi is mondott, hogy a Magyar Tudományos Akadémián rendezték ezt meg, a nagy teremben voltunk, 160 főre számítottak, 200 fölötti részvétel volt, és 5 tanuló volt összesen, 4 helyő keresztül kislány és a Csabi volt Budapestről egy fiúcska, és hát tényleg felhördült a pedagógus társa. Igen, hogy így is tud beszélni egy gyermek, de nem egyébként szépen össze tudják meszedni a gondolataikat 8-ra. Az előbb említetted ezt a tábjálátékos programot. Ez minden osztályban, minden csoportban megvan, vagy bizonyos csoportok vannak, tehát hogyan történik ennek a komplex, ennek a KIP-nek, mi a pontos neve egyébként? Komplex instrukciós program. Tehát ennek a komplex instrukciós programnak hogyan történik a gyakorlatban a megvalósítása? Nálatok, te részt vettél ebben a tábla játékos történetben. Hát azért ez két dolog, szóval a komplex instrukciós program az maga az óra, a szerkezete, az egész ahogy felépítés. Egymást, igen, tehát ez maga a program. És ennek egy kiegészítő része a tábla játék, amit mi kezdetben szakkörnek hoztunk be, és alkalmaztunk az iskolába, de most már egyre több osztálynak órarendbe építve használjuk, és elsőtől ötödikig mindenki órarend szerint kapja ezeket a foglalkozásokat. Te részt vettél akkor ilyenen. Igen. Mit jelent ez? Én az országos hétpróba táblajáték versenyen vettem részt. Ez egy nagyon kiemelkedő esemény. Ugye az ország képes iskoláiból jönnek a diákok, és mérjük össze a tudásunkat egymással. Itt hét, mint a nevében is benne van, 7 próba van, 7 játékot kell játszani, minden játékból 3-at. És ahogy ellenfelet választunk, az is érdekes, mert leszólítunk egy embert, és akkor ő vagy van kedve, vagy nincs kedve játszani, vagy vannak olyan problémák is, hogyha mondjuk a versenylapon annál a játéknál, például a dámánál nincs helyünk, de mi dámát szeretnénk, és mind a kettőnknek van mondjuk az amőbánál hely, akkor odaírjuk be a játszma kimenetelét. Tehát akkor gyakorlatilag ez egy logikai és gyakorlatban megvalósítandó feladat, amit valamilyen úton módon meg kell oldani, ha jól értelmeztem. Igen. Nagyon sokféle játékot játszanak, tehát ahogy mondta, dámától kezdve a nagyon komplikált térbeli amőbán keresztül minden, tehát nagyon sokféle játék van. Nem tudom, a versenyen valószínűleg térbeli játékok is szerepeltek? Igen, volt egy ilyen térbeli játék, például a Camelot. Azt is, hogyha térben nem tudjuk elképzelni, hogy mit léphet majd az én lépésemre az ellenfél, akkor lehet, hogy elbuktuk a játszmát. Azt gondolom, hogy a sakknak egy magasabb tudományágára kell majd lépni, gyakorlatilag, amikor ebbe a gyerekek teljesen bele tudják varázsolni az összes elképzelésüket, fantáziájukat és nagyon, a lépéseiket. Nagyon jól fejleszti. Na, de hát itt van még másik két fiatal emberünk. Te milyen programon vettél részt? Én a Vodafone szervezésében a hajókiránduláson. Kiket választottak ide ki erre a kirándulásra? Hát osztályból még nagyjából 2-3 embert, és ugye már évfolyamról a B-osztályból is még 3-at, meg még 5-ből és 6-ból is kaptunk. Mit tudom, azt rád esett például a választás? Nem tudom. És milyen volt maga a kirándulás? Nagyon-nagyon tetszett. Nagyon szép volt a hajó, meg úgy általában minden. Volt-e valami külön program, amelyet a Vodafone szervezett ott nektek? Volt. A hajó kiránduláson kívül még bemehettünk a parlamentbe. Egy idegenvezetésen részt vehettünk, amit a felsőülési teremben tartottak nekünk. Ott volt a képnek a
atya, a Stanfordi professzor, és a Vodafone elnöke is. Így van, láthatták. Na, atya, ő egy nagyon édes kis törékeny hölgy. Igen, hát ő az atya, de egy kis tündéri 150 cm magas hölgy. Tehát innen látszik, hogy milyen tiszteletövező, hogy azt mondják, hogy ő ennek a programnak az atya. Igen. Tehát ahogy az előbb ugye Csaba is említette a nevét, mondta, hogy a hölgy a Stanfordról és az atya. Egyébként tényleg mi alapján ment a kiválasztás? Igen, ők ezt nem tudhatják. Hát január, sőt december óta folyamatosan nálunk az iskolában tartottak KIP konferenciát, amiről már többször tudatosított a hatos csatorna is, és hát ők voltak azokban az osztályokban, akik folyamatosan bemutató órát tartottak, és közülük is a legjobban dolgozókat választottuk ki. Hát akkor nagyon szerényen, ugye nem mondtad, hogy nem tudod, hogy miért esett rád a választás, de hát valószínűleg te is letetted már a magadét az órákon, a tudásoddal, illetve az eredmények. De, mint hogy az előbb beszélgettünk erről az informatikai eredményről is, hogy azért az országos versenyen ott lenni az első. Budapesti versenyen ott lenni az első. Még egy kerületiben is ott lenni az első tízben elképesztő nagy dolog, és sőt, az iskolai szinten is nagyon nagy dolog benne lenni az első között. Szerintem te a laboratórium programról fogsz tudni nekünk Benzsikén beszámolni. Nagyon érdekes volt. Az elején úgy kezdtük, hogy különböző kérdéseket tette föl nekünk, arra mindenki külön-külön válaszolt. Bemutatta nekünk, hogy milyen az erdőben milyen állatok, hogyan lehet, és tápláléklánc, hogy hogy van, ki van legelől, és hogy milyen életek vannak az erdő belül. És olyan életek is vannak, amikről mi alig hallottunk, de mégis léteznek, és ezek ilyen nagyon csodálatos dolgok. Aztán felszálltunk egy ilyen vonatra, és ott voltak különböző kérések, feladatok. És nagyon érdekes feladatok voltak, szerintem nagyon jó pofák is voltak, nekem nagyon tetszettek, és ilyen logikai kérése voltak, és azok alapján mentek már, amit előtte megtapasztaltatok, amit láttatok? Tehát hogyan tudjátok földolgozni? Igen, mondták is, hogy az elején, hogy nagyon figyeljünk oda, hogy mit mondanak az elején, mert az lesz a kérdésében. Aki figyelt, az annak jó lett, aki nem, az kevésbé. És mindenkinek nagyon jó lett ott a lap, amit kaptunk. Mindig a vagonyokról szálltunk át másik vonatokra, mentünk át különböző feladatokra, és így nagyon érdekes volt. Nekem a kedvencem volt, amikor szaglásról kell felismernünk ezeket a növényeket, vagy fákat, vagy milyen illatuk, vagy a virágukat. Milyen érdekes, hogy az erdőnek az illata, mennyire más dolgokat tapasztalunk, mint amit mondjuk itt a belvárosban nap mint nap meg. Mennyi tapasztalatod volt mondjuk neked erdőjárásban? Mert gyakorlatilag ugye ez a program akkor az erdőhöz kötődött. Igen. Nekem itt Budapesten nincs, de mivel én francia vagyok, ezért gyakran megyek el egy kis faluba, és ott van egy erdő, amiben mindig kiszoktam menni futni, ilyen 2 kilométeres. Tehát Franciaországban. Franciaországban, és a legutóbb a Balázs is vittem. Ójjaj, hát akkor jó kis élményeitek van. Na, akkor már hagyd kérdezzek rá. Van-e különbség az itteni erdős tapasztalataid és a francia erdők növényzetének, illetve állatvilágának a tapasztalataid között? Vannak. Magyarországban egy kicsit kevesebb állat él, de tényleg nagyon kicsit. Franciaországban többen, és pár ritka állat is előfordul, például róka. Itt Magyarországon nagyon nem látni ragadozókat, például farkas vagy medve nem is található Magyarországon, csak az állatkertekben. És akkor Franciaországban ezekkel az állatokkal lehet a gyakorlatban találkozni ezek gyakorlatban szerint? Igen, lehet. De nem abban az erdőben, amiben én jártam. Vannak olyan erdők, amiben igen is lehet. De itt Magyarországon, ha jól tudom, akkor nincs olyan erdő, amiben tudunk találkozni. Egyébként ez a laboratórium, ez hogy van felszerelve, és kik mehettek erre az erdei kutató laboratóriumi programra? Ez egy erdőismereti kirándulás és laborkocsi program, a gyermekvasútnak egyik szolgáltatása. Tulajdonképpen
több meg kell rendelni, és akkor részt vettünk rajta. Egy órás erdőismereti kirándulással kezdődik, ahol szinte méterenként megállunk, és hol fát, hol bokrot, hol kis ajnövényzetet, vagy bogarat, vagy bármit mesélnek, és tájékoztatják a gyerekeket, ismertetik velük, amit esetleg még nem tudtak. Nagyon sokan sok mindent tudtak már, úgyhogy... Pedig érdekes, hogy a belvárosból... Igen, igen, azért sokat kirándulunk még, ugye mi, hát szoktunk, hát Benji is rengeteget kirándult velünk Dunabogdányban, azért igen, ott nagyon sokat, meg itt is nagyon sok kirándulós programot szervezünk. Tehát visszatérve a laborkocsira, tehát ez az egy órás kirándulás után a gyermekvasúthoz csatoltak egy ugyanolyan vagont, amit átalakítottak erre a programra. Négy személyes kis asztalokkal, minden asztalnál más feladattal, és ott a kocsin belül cserélgették a helyet a gyerekek. És ugye ültek feladatról feladatra, más feladat. Úgyhogy ilyen három-négy fős csoportokban dolgoztak, és mindenhol más-más feladatot kellett elvégezniük. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ha jó pedagógusok vannak, és odafigyelnek a gyerekek, nagyon sok plusz információhoz tudnak jutni, és íme itt a példa arra, hogyha olyan dolgokra nyitottak a tanárok, akkor el lehet menni, és egészen más környezetben lehet megtapasztalni azokat a dolgokat, amit egyébként el lehetne olvasni a tankönyvből is. Ez az erdei tapasztalat, ez milyen újdonságot hozott neked? Tehát ahogy mondtad, hogy voltak a szakfelismerési vagy tapintási feladat is volt benne? Tehát mik voltak, amiket ki lehetett próbálni? Hát sok mindenfajta feladatot ki lehetett próbálni. Hát amit maga említett, az a szaglás és a tapintás. És voltak olyan feladatok, ahol ki kellett találnunk, ha végeztünk volna egy feladatot, akkor kaptunk egy külön lapot, hogy be kellett tippelni, hogy melyik állat mennyi évet él, vagy mennyi hónapot. Ez nagyon érdekes volt, és nagyon nehéz szerintem, mert így az állatokról tudjuk, mi a nevük, hol vannak, hol élnek, mit esznek, de nem lehet tudni, hogy meddig élnek. Erről nagyon, én néztem, hogy így fogalmam nincs, hogy meddig él egyes állatok. Néhányat betépeltünk, néhányat tudtam, de így nagyon érdekes volt. A végén megkapjátok-e mindenre, vagy megkaptátok-e mindenre a helyes választ, tehát meg tudtátok nézni, visszaellenőrizni. Például mondtad de a Balázsnak, vagy Csabinak, vagy a barátaidnak, hogy menjünk el egy délután. Na most itt jön a nyári szünet, csináljuk végig ezt a programot saját magunk, saját örömünkre. Hát mondanád, hogy ez egy jópofa program? Jó, mondanám, hogy jópofa program, főleg hogy látjuk az erdőt, mert igazából manapság már nagyon kevés nagy hatalmú erdőket látunk, mert mindig kivágják őket. Sajnos. Hát igen, lassan elfogy a természet, de azért, Mi bőven van. Igen, így igyekszünk megtartani, igen. És minden kivágott fa helyett kettőt kell ültetni. Legalábbis azt gondolom, hogy így lenne a helyes. Egyébként még kiegészíteném Benjit, mert ugye a madarak és fák napjához kapcsolódóan voltunk ezen a laborkocsi programon, és 2.-8. válogattunk gyereket. Hazafelé menet még meglátogattuk a 130 éves libanoni cédrusunkat is. Az merre található? Hűvösvölgyből kell visszafelé jönni a város felé, ott van egy nagyon szép kiránduló út, és nem akarok hazudni, Kondor utca, vagy valami ilyesmi utca kereszteződésében. És az hirdete van egyébként, hogy van ez a 130 éves hát rá lehet keresni, de olyan táblák nem jelzik, hogy erre menjenek, és ott meg fogják találni a 130 éves libanoni cédrust. Játszunk egyet, tippeltetek, hogy mennyi ideig élnek az állatok. Mondjatok egy fa életet. Tegyük fel egy akácfának az életét, mennyi lehet? Hát ha ember nem nyúl hozzá, és magától fejlődik, és jó éve van, vagy sokszor jó éve van, akkor el tud élni 200 éve szerintem.
Ez egy jó tipp volt. Ez egy jó tipp volt. Látszik, hogy valamit tanultál, mert épp pont a tegnapi napon egy 200 éves akácfát látogattam pont magam meg, amelye alatt Damian Nincs és Aulich tábornokok az 1848-as forradalom előtt egy megbeszélést tartottak, és a Cinkotánban, az evangélikus templomnak, illetve parókiának a kertjébe. Csak azért mondom, hogy vannak 200 éves fáink, amire rá lehet keresni. De hát gratulálok neked, mert nagyon-nagyon tudsz. Na tessék, tanárné, még el is tetszett képenni, hogy mit tudnak ezek a gyerekek. Évvége lesz lassan, gondolom, hogy a programok is nagy része kifúj, azért most is jönnek az osztálykirándulások, meg minden. Melyik kötök hova megy? Azt látjuk, hogy a srácok nagyon intelligensek, nagyon jól tanulnak, legalábbis én azt gondolom, hogy jól tanulnak, felkészülten mennek a középiskolába, Csabi. Hát mi évvégén egy az osztály által megszervezett kirándulásunk Pálkövén lesz, egy háromnapos, június 25-26-27-i időpontban, úgyhogy csak a 8. B osztály vesz részt ezen. A testnevelés tanárunkat hívtuk meg kísérőtanárnak, lesz éjszakai fürdés, grillparti, mindenféle ilyen finomság. Azt elhiszem, hogy jó történet lesz, és hova mész, középiskolába? A Vörös Marti Mihály általán, bocsánat. Ból, általános iskolából. Ból, a Vörös Marti Mihály gimnáziumba. Tagozat? Dráma tagozat. Azt hiszem, hogy jó helyed lesz ott, és nagyon fognak kedvelni. Én a második Rákóczi szakközébe megyek informatikát tanulni. Azt hiszem, hogy ez sem egy rossz választás. Én Balázs. A Újbrai Kürtgi alapítványi gimnáziumba megyek, emelt szintű angol tagozatos osztályba. Tehát a Kürtnek a, ugye a Kürt Kft-ről mindenki tudja, hogy egy fantasztikus informatikai szoftverekkel és helyreállítással foglalkozó rendszer dolgozta ki. Hát akkor te leszel az új szakemberünk, remélhetőleg majd. Igen. Egyébként milyen a beiskolázási arány, illetve általában hova mennek a gyerekek a Vörös Martiból? Mennek gimnáziumba is, de nagyon sok a szakközépiskola, és hát jut még a szakiskolába is, de elvileg mindenki talál magának iskolát. Hogy aztán utána hogy állja meg a helyét, az már a nehezebb kérdés. De felvenni mindenkit felvesznek valahova. Hát én gratulálok nektek. Nem tudom, hogy találkozunk-e még a következő években, én azt remélem, hogy igen, hiszen itt vagytok, itt laktok a környéken, és egészen biztos történik majd veletek olyasmi, amiről be tudunk számolni itt a kerület lakóinak, és ezen belül ugye a hatos csatornán keresztül az országban visszük a jó híreteket, minden esetre gratulálok nektek a sok jó programhoz, az eredményekhez, köszönjük szépen a munkátokat. Mi köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.